Sziasztok, én Megyeri Sára vagyok, a Jinja termékek alapítója és készítője. Én vadon termett növényekkel foglalkozom, és igazából az érdekel bennük a legjobban, hogy mitől finomak, meg hogyan lehet őket felhasználni. Elkezdünk sétálni egy réten, és összeszedegetjük azokat a növényeket, amiket nagyon könnyű felismerni, nagyon könnyű használni, és akár helyben meg lehet őket enni, tehát nem kell különösebb feldolgozás hozzá. Van, amiből teát lehet főzni, van, amit frissen meg kell lenni, van, ami a vázában mutat a legjobban, mert csak régen használták gyógynövénynek. Rettenetesen izgalmas dolgok vannak, akár egy ilyen placon is. Úgyhogy gyertek, tartsatok velem! Az ilyenkor a csodálatos, hogy gyakorlatilag, hogyha bárhol legugolunk, vagy leülünk a fűbe, akkor körbe tudjuk magunkat enni. Itt például most kezd érni a csattogó szamóca, ami sokkal-sokkal kisebb természetesen, mint a nagy testvére, ezekből nemesítették ki azt a szamócát, amit epernek hív a köznyelv, és ugye rettenetesen nagyokat lehet rajta veszekedni, hogy akkor az most eper vagy szamóca, és epernek a faepret hívjuk, de ez tényleg ilyen gyakorlatilag hitvita. Ezek már akkor iszonyú finomak, amikor még nem teljesen pirosak, érdemes őket kóstolgatni folyamatosan. Onnan lehet megismerni, hogy hatalmasat csattan, amikor leszedjük a száráról, és mindig réten nő, tehát az erdei szamócával ellentétben réteken lehet találni, és borzasztó finom az íze is, meg az illata is. Természetesen annyira macerás összeszedni, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha a helyszínen esszük meg azonnal, de hogyha valaki hajlandó gyűjteni egy olyan 10-15 dekányit egyszerre, akkor mindenképpen süssön hozzá valami nagyon különleges sütit, akár ilyen kis piskótat, töltsérkéket, és azokat megtölteni vele, mert megérdemli, hogyha már egyszer ennyit fáradtunk vele. Négyféle szamóca él Magyarországon, amitől meg szoktak mostanában érni az emberek, az az indiai szamóca, ami gyomnövényként, meg dísznövényként terjed nagyon sok helyen. Picit más a levele, mint a rendes szamócának, és onnan lehet megismerni, hogy nagyon-nagyon gömbölyű maga a termés, gyönyörű, tehát elképesztően látványos dolog, viszont belül tök fehér és ilyen vattaszerű az állaga, és mindenki be van tőle teljesen parázva, hogy de mérgez. Iciri-picirit mérgez, tehát ilyen hasi fájdalmak, meg valakinek csikarni fog tőle egy picit a hasa, ha sokat eszik belőle, de nem fog belőle sokat enni, mert egyszerűen nem finom, tehát ilyen maximum ilyen buta édes vatta íze van, de még az sem. Úgyhogy nagyon nehéz összekeverni az összes többi szamócával, amik viszont nagyon-nagyon finomak. Az erdei szamóca az erdőben él, sokkal kevesebb van belőle, mint a csattogóból. A csattogót azt itt fogjuk szedni a réten. Létezik még a fahéllatú szamóca, ami pontosan ugyanúgy néz ki, mint az erdei szamóca. Én még soha nem találtam, vagy legalábbis nem lőttem be, hogy az fahéllatú lenne és nem erdei. Úgyhogy majd egyszer, hogyha tényleg nagyon-nagyon képzett botanikus leszek, akkor lehet, hogy meg fogom találni, de egyelőre maradok a csattogónál. Igazából tényleg egy negyed óra, 20 perc alatt egy kis tálkányit össze lehet belőle szedni, és az pont elég arra, hogy óriási nagyot dicsekedjünk vele a közösségi oldalakon, és utána meg jól lakjunk vele.